Csaknem 167 milliárd forintos visszaélést tárt fel a 4-es metró építésénél az Európai Csalás Elleni Hivatal. A Fidesz azt kezdeményezi, hogy a Parlament Gazdasági Bizottsága vizsgálja ki a 4-es metró beruházása körüli korrupciós ügyet. A bizottság ülésére meghívják Medgyessy Pétert, Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont, valamint Demszky Gábort is. A tények összefoglalója után ezzel a témával folytatjuk. Egy halomirattal érkezett sajtótájékoztatót tartani a miniszterelnökség miniszterhelyettese még múlt héten a 104 oldalas OLAF jelentésből hozott több példányt. A kormány pénteken döntött úgy, hogy hosszas húzavona után végül nyilvánosságra hozza az Európai Csalás Elleni Hivatal 4-es metróról szóló dokumentumát. Demszky Gábor volt főpolgármester is erre a pillanatra várt pár nappal előtte. Tarlós István, akinek ott van a jelentés, elismerten ott van nála, nem teszi közzé, addig mindenki azt mond, azt ír, azt nyilatkozik erről, amit akar. Kerestük Demszky Gábort, de nem akart nyilatkozni. Telefonon annyit mondott, hogy semmit sem tud hozzátenni, az ügyvédjét keressük. Az ügyvéd szerint Demszky mindössze 3 szerződést írt alá, ezek közül az egyik az állammal kötött szerződés volt. Csak egy protokollális személyisége volt ennek a beruházásnak, ő nem kötött senkivel sem élő szerződéseket, ő nem felel ezeknek a pénzügyi mozgásoknak a megfelelőségéért. A Fidesz frakció kezdeményezi, hogy a Parlament Gazdasági Bizottsága vizsgálja ki az ügyet. A fideszes elnök szerint kizárt, hogy az akkori kormányban ne tudtak volna azokról a folyamatokról, amelyek szerinte minden idők legnagyobb korrupciós botrányához vezettek. Vendégünk Hidvégi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm. Jó reggelt kívánok. 452 milliárdba került a beruházás úgy unblock, és ebből 167 milliárd tűnt el. Nem túlzóak ezek a számok? Nyilván 167 millió, vagy 167 ezer is sok, de 167 milliárd az rengeteg pénz. Szinte nem elképzelni is nehéz. Hát nézze, nehéz valóban felérni ésszel ekkora összegeket és ekkora korrupciót, de hát a jelentésben ez áll, és pont ezért kezdeményeztük azt részben a fővárosi közgyűlésben is egy vizsgálóbizottság megalakítását. Tegnap most Bánki Erik képviselő a gazdasági bizottságban meghallgatásokat kezdeményezett, hogy ezt fog kezdeményezni hamarosan. Hogy járjunk a végére ennek az ügynek, ez úgy tűnik az eddigi adatok és számok alapján, hogy valószínűleg minden idők legnagyobb korrupciós botránya. Tehát az biztos, hogy az OLAF nem téved ezzel a számmal? Az OLAF az Európai Uniónak ezzel kapcsolatos szerve, az a feladata azért létezik, hogy vizsgálja az Európai Unió által támogatott erre a jelentésre. Azért ez évekkel ezelőtt történt, tehát az OLAFnak csak most tűnt föl hirtelen? Ez egy hosszú vizsgálat volt tudomásom szerint, és nyilván egy ekkora volumenű beruházásnál, ahol rengeteg szerződést, rengeteg kapcsolódási pontot kell megnézni és megvizsgálni, ez időt vesz igénybe. A vizsgálatot az OLAF végezte, nemrég fejezte be. Azt gondolom, hogy mindannyian megdöbbenve szembesülünk most azokkal a számokkal és azokkal az állításokkal vagy következtetésekkel, amik ebben olvashatók. Hát milyen nyomozás vagy feljelentés megindul az ügyben? Az imént Magyar György azt mondta, hogy egyelőre egy jelentésről van szó, egy jelentésről beszélünk, amely egyébként az ő, hogy mondjam, ügyfelének, Demszky Gábornak a felelősségét Magyar György szerint nem veti fel, hiszen neki csak politikai szerepe volt ebben a szerződésben. Igen, feljelentést a kormány már tett az ügyben, azonban egy pillanatra visszautalva az imintire, ha valaki védőügyvédet fogad, az szerintem már önmagában egy beszédes döntés. Valószínűleg van miben védekezni. A másik... Hát ez logikus lehet, hogyha történtek pénzügyi vagy számviteli visszaélések, ahhoz valóban nem lehet köze Demszky Gábornak. Ő valóban csak protokollárisan vagy politikai szempontból aláírta ezt a szerződést. Én ezt nem gondolom így. Tehát, hogyha valaki egy fővárost vezet, ráadásul hosszú időn keresztül, akkor ő a főváros politikai vezetője, és nyilvánvaló jogi felelősséget is visel a politikai mellett azokért az ügyekért, amelyek az ő irányítása alatt és ebben az időszakban, amikor ő volt a vezető, történtek. Ez egy tarthatatlan álláspont. Először azt mondta, hogy neki se jogi, se politikai, se erkölcsi, talán így fogalmazott, felelősségé nincs. Hát akkor kinek van, már elnézést kérek. Ez egy budapesti beruházás volt, ő pedig Budapest első számú vezetője volt. Hát neki volt 3 aláírás, az egyik az állammal, a másik egy hitelszerződésre vonatkozott, a harmadik pedig a BKV-val, ugye egy egyszemélyes részvénytársaság. Tehát ezt a 3-at írta alá. Hát ezt mondja most, nézzük meg, várjuk meg a vizsgálatok végét, pont azért kezdeményezzük ezeket a vizsgálóbizottságokat, pont azért szeretnénk az ügynek teljes egészében a végére járni, hogy minden derüljön ki, de mondom még egyszer, az, hogy egy vezető gyakorlatilag egy ilyen hatalmas korrupciós ügy kirobbanás, akkor azt látja, hogy neki gyakorlatilag semmi köze ehhez, most a kezeit ő csak ott protokollális vezető volt, ez egy nevetséges állítás a mostani tudásunk szerint. Lássuk meg, hogy mi derül még ki, és nem csak ő lehet ebben érintett egyébként, hanem az a szocialista szabaddemokrata városvezetés és politikai vezetés, akár a kormányzat akkori szereplői is, akik ezt felügyelték, hiszen ez egy gigabelőség
beruházás volt, ez látszik a számokból is. Ha 59 milliárd forintot vissza kell fizetnünk az Európai Bizottságnak büntetésként, és egyébként még sokkal nagyobb kár keletkezett, hogy az imént is említette, 166-167 milliárd forint gyakorlatilag ellopásra került, elcsalták, akkor minden részletet föl kell deríteni. Hát, hogy legalábbis eltűnte, nem tudom, hogy ellopták vagy elcsalták, mert ugye ez egy jelentés. Mondja, ön szerint elmennek az ön által imént említett személyek a gazdasági bizottság ülésére majd? Nagyon remélem, hogy elmennek. Aki nem megy el egy ilyen meghallgatásra, az valószínűleg azért nem megy el, mert valamiről nem szeretne beszélni. Ahogy tegnap fogalmazott képviselő úr, az nem megy ki a napra, akinek vaj van a füle mögött. Várjuk meg az eredményét, de az biztos, hogy indokolt minden fontosabb szereplő meghallgatása, például az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. És önök támogatnának egy parlamenti vizsgáló vagy országgyűlési vizsgáló bizottság felállítását e tekintetben? A Jobbik kezdeményezné. Nem tudom, hogy a Fidesznek mi az álláspontja. Ha nyomozás folyik egy ügyben, akkor közben nem lehet országgyűlési vizsgálóbizottságot felállítani, ez nem lehetséges. Azonban meghallgatásokat lehet tartani, ezt kezdeményezte tegnap Bánki Erik. A fővárosi közgyűlésben meg lehet alakítani egy vizsgálóbizottságot, ezt magam jelentettem be ennek a kezdeményezését a hétvégén. Minden olyan segítő fórumra és lehetőségre szükség van, ami megvilágítja ennek a hatalmas korrupciós ügynek a részleteit. Kap Magyarország, vagy kaphat Magyarország büntetést az Uniótól, hogyha kiderül, hogy ilyen tekintetben valakinek, ahogy ön fogalmazott, vaj van a füle mögött? Ez nem lehet kizárni, illetve már most tudjuk, hogy 59 milliárd forintnyi visszafizetési kötelezettségünk már most keletkezik a jelentés alapján, ezt nyilván az európai... Azt már most vissza kell fizetni mindenképpen? Nem azonnal, ezt nyilván az Értem, Európai Bizottság de hogy ez már megvan a döntés. Ez kiderül a mostani ismert adatokból, a jelentésből, így van. Ön szerint fél percünk van nagyjából, mikorra lesz vége ennek az ügynek? Remélem, hogy minél hamarabb. Érdekünk az, hogy minél hamarabb tisztázzuk az összes részletet. Azonban egy olyan szövevényes ügyről van szó, olyan sok szereplőt, olyan sok vállalatot érint, és olyan sok szereplőt, hogy szerintem azért néhány hónapig biztos eltart az, amíg minden részletre fény derül. Hidvégi Balázs, nagyon szépen köszönöm. Szerintem.